Ha olcsó és megbízható erő szeretnél zsetont vásárolni, válaszd a fifacoin.com-ot és használd az FLHEL kuponkódot 5% kedvezményért. Szevasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban megnézzük végre a FIFA 21 trailerét. Nagyon össze van kutyulva egyébként, mert a FIFA 21 és a Madden 21 van egy videóba gyúrva, ezt a videót nem láttam, viszont ti, amire ezt már látjátok, valószínűleg már ezt megnéztétek, meg több helyről láthatátok, de nézzük, hogy miről is van szó. FIFA 21, Madden 21, Feel the Next Level. Remélhetőleg fogom érezni a következő szintet. Eddig tetszik. Ez jó lesz. This game is the one true love. Makes me feel like somebody. I never thought I could rise to a level where. It's just me and the keeper. Úristen, mennyire jó. Az animációk is egy picivel jobbak. Score that goal. And you're a hero. And history carves your name. Micsoda lassítás, beszarok! 60,000 people singing your song. Úristen, mennyire! Mennyire jó néz ki már az a stadion! Ez nagyon jó lesz. Esküszöm, már csak a hangulata, tehát az, hogy leüljünk azért játszani, mert őrületes hangulat van, az nagyon-nagyon jó lenne. Jézusom, ez nagyon-nagyon jó lesz. Micsoda fejlési animáció. Jó, mondjuk a Maddent azt nem fogjuk megvenni. Nem vagyok ilyen nagy amerikai foci rajongó. Ha az még tuti megvenni. Mondjuk ezek valós jelenetek, úgyhogy ezeket hagyjuk is. EA Sports. Next Level of Sports. Next Level of Sports. Na jó. Közben meg olyan mutatok, hogy megállt a kamera. Szóval, atyaig, mennyire szépen ki van dolgozva az egész stadion. Tehát nézzétek magát a szurkoló tábort. Befosok komolyan. És ezután azt hiszem volt pont egy Liverpoolos valami. Úgyhogy gyorsan megállítjuk itt is. Mi ez? Még az izé is megvan maga a stadionnak a múzeum része, ott meg egy bárnak, tehát ez szerintem 100%-osan le van követve az eredeti stadion. Jó, mondjuk ne számítsunk arra, hogy mindegyik csapatnak ilyen lesz, ha bárki tudja, még bármi összejött. Még ez is, te atyaságos úristen! Hihetetlen! Tehát és nézzétek meg, a sálon vannak azok a rojtok a szélén, még az is olyan, hogy Jesus, Jesus. Remélhetőleg nagyon jó lesz a hangulat, meg minden, úgyhogy én azt hiszem nagyjából ennyit akartam a trailerrel kapcsolatosan. És akkor beszéljünk arról, ami nagyon-nagyon érdekes, és ami fontos egyébként a játékkal kapcsolatosan. Azt tudnotok kell, hogy ugyebár ebben az évben is 3 darab verzió fog kijönni, méghozzá október első hete végén, tehát ha jól emlékszem, ez a dátum nem más, mint picit kell tovább görgetni, október 9-e a standard verzió. És akkor így szépen tovább. Ez a kiadás tudja azt, hogy 3 nappal hamarabb kapod meg a játékot, mint a hivatalos standard kiadás, tehát nem 9-én fogod játszani, hanem már 6-ától tudod játszani. Kapsz egy karriermód saját csapatodban kinevelt játékost. Ha ennyire akarják reklámozni, akkor valószínűleg nagyon nagy fejlesztések lesznek a karriermódban, és adj az Isten, hogy legyen. Szóval 600.000 zseton értékű 25.000 csomagot kapunk, ez ugyebár annyival jobb, hogy hetente nem egyet kapunk, hanem hetente kettőt, és az általában hétfőn, éjjel, talán a Squad Battles Reward előtt, tehát ahogy átvált hétfőre az időtök, egyből jön, és azt hiszem talán a
Squad Battles Rewarddal együtt szokott jönni. Kapod ugyebár szintén megint ezeket a dupla loan játékosokat, kapod ugyebár az előbb említett karriermódos cuccokat, illetve speciális mezeket, meg stadionos dolgokat. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ez a tavaly is hasonlóan történt, kapsz majd egy Untradeable Foot 21-es, illetve FIFA Ultimate Team 2021-es Once to Watch kártyát. Ami lehet akár jó, lehet akár egy szar, amit szerintem soha nem is fogsz használni, és az a plusz 12 csomag, és ez az egy Once to Watch kártya, szerintetek megéri? Írjátok le ezt kommentbe, jó? Az biztos, amint fog új FIFA információ érkezni, ami hivatalos nyilván, találgatásokban nem akarok belemenni, biztos, hogy lesz róla videó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett, és tudtam olyan információval szolgálni nektek, ami hozzátok eddig még nem jutott el. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Legközelebb találkozunk, Lehel voltam, és szevasztok!